Boxert hoztál? Ezt az egyik vendég kérdezte a másiktól. Parádés műsorunk lesz. De most boxernadrágra gondolt, ugye? Boxernadrágra gondolt, vagy kutyára, ez a kérdés. Melyik boxerre gondolt akkor Gulyás Balázs publicista? Nem én mondtam, a Pista mondta nekem. Így kezdődött? Bocsánat. Hát ez egy gyors bemutatkozás volt. Tehát hova akkor... került te most? Hova került Hercsel Adél újságíró, Vágó István, a DK politikusa és Gulyás Balázs publicista közé, és az ikonikus mondat, boxert hoztál, ezek szerint Vágó Istvántól hangzott el. Hát innen indulunk. Szerintem hozzanak egy jó döntést, és nézzék ma a nap hírét. És van még egy vendégünk, aki Droppa Mihály, aki 700-ként kedvelte a Naphíre Instagram oldalát, és gyakorlatilag most a jutalmát veszi át. Ő látható most. Mi vagyunk a jutalok? Üdvözlet Mihálynak a stúdióban. Szebből römöket kívánok. Ugyanis felajánlottuk neki a lehetőséget, hogyha van kedve, akkor jöjjön el, és ezt a mai műsort élőben nézze végig önökkel és velünk. Úgyhogy Isten hozta Droppa Mihályt a Naphíre stúdiójában. Elmondom a nap kérdését, tudnak még változtatni a szavazati arányokon. Azt kérdeztük ma önöktől, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a diákok csak középfokú nyelvvizsgával felvételizhessenek egyetemre. Ez kizáró ok lenne a jövőben a felsőoktatásba való bekerüléskor. Igen, szavazatok aránya, nem tudom, hogy meg tudjuk-e most mutatni, de amikor én bejöttem ebbe a stúdióba, akkor 20%-on állt. 80% nem ért egyet ezzel, hogy a felvételinek feltétele legyen a középfokú nyelvvizsga. Hogy miért igen és miért nem, arról beszélni fogunk majd a későbbiekben. De azzal kezdünk, hogy Mellár Tamás Egyesülete, ő ugye Pécsről az országgyűlésbe került ellenzéki képviselő, nem támogatja az ötpárti ellenzéki listát. Tegnap bejelentették, hogy külön fognak indulni, Pécs minden választókerületében önálló jelöltet indítanak. Tegnap itt ebben a műsorban parázs vitát robbantott ki Tétényi Éva azzal, hogy miről szól az ellenzéki pártok március 15-i elköteleződése, ha nem arról, hogy valóban együtt fognak fellépni, akár az európai parlamenti, akár az önkormányzati választásokon. Nézzék, hogy mi történt tegnap ebben a stúdióban. A pártok nyilatkozzanak arról, hogy az a március 15-én aláírt együttműködési nyilatkozatuk, amiben kijelentették a választópolgároknak, együttműködnek, közösen lépnek föl az érdekébe, hogyan alakulhatott az, hogy megint már konkrétan külön-külön versenyeznek, akik hittek még valaha abban, hogy az ellenzéki pártok ténylegesen képesek összefogni Magyarország érdekében, és most a legelső választásnál ezeket az ígéreteket felrúgják, azok számomra még azt a reményt is elveszik, ami talán fölé lett a választópolgárba. Én is csalódott vagyok a pártokba, a tekintetbe, igen, hogy nem sikerült tető alá hozni azt a, de egyébként tényleg, ha úgy tetszik, az ördöggel szemben lévő szövetséget. Tehát van egy Orbán Viktor, akinek az a programja, hogy ellopja a fideszes haverokkal a magyarok pénzét, és ezt vállalná a következő évre is. Van ez a program, és az ellenzéki szemben álló felek nem tudták magukat úgy meghatározni, hogy ezzel az egy közös ponttal képezzenek egy ellenerőt. Tétényi Éva nagyon felhúzta magát, és akkor még szó sem volt Mellár Tamás bejelentéséről. A véleményetek érdekel Mellárék döntéséről. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy valamivel 4 óra előtt Mellár Tamás feltette a Facebookra, hogy szerintem visszalép. Tehát, hogy vagy az ellenzéki pártok indítanak, nem olvastátok? Ez számomra újdonság. Igen, azért mondom, tehát ez egy újság. Az a dolognak a lényege, hogy vagy az ellenzéki pártok közösen indítanak egy jelöltet, vagy ők, de egymás mellett nem lesznek listák. Ugye Mellár, hogy mondjam, sértettségét tulajdonképpen, vagy felháborodását az okozta, hogy kihagyták őket ebből az egész ellenzéki osztozkodásból, és azt mondta, hogy ha nem biztosítottatok helyet az asztalnál, akkor mi majd elindulunk. Mellár ebből a szempontból egy kis puzsér, nem? Amellett, hogy én nagyon tiszteltem őt, meg tényleg lenyűgöző a tudományos tevékenysége, meg a tudása ennek az embernek, de hát azért ezt a 4 órás posztot én sem olvastam, amit a Pista mondott, de azért a tegnapi bejelentés az azért eléggé fölháborító volt. A hullámtól, ami nálatok. Főleg úgy, hogy azt hiszem, hogy az MSZP ti is beálltatok mögé az országgyűlési választáson? Tehát azok után... Mi az, hogy az MSZP ti is beálltatok mögé? MSZP vesző. Jaj, láttam a vesszőjét. Azt hiszem, hogy ez a nap második híre, amiről lemaradtam. Hogy... Hallottad a félmondatot? Azt, hogy láttam a vesszőjét. Én láttam Balázsnál a vesszőt, így akkor fontos.
De Mellár Tamás ugye bent ül a parlamentben. Igen. Egy frakcióban. A Párbeszéd frakciójában. Milyen még egyszer? A Párbeszéd frakciójában, de mint függetlenként. A Párbeszéd frakciójában ül. Azzal a Párbeszéd, amelyik együtt indul az MSZP-vel? Most segítek neked fölvezetni ezt a sztorit. Igen. Azért nagyon érdekelne Adél véleménye, mert egy kicsit azt hallottam a hangsúlyból, mint hogyha nem értenél teljesen nem, egyet az urakkal. Nem, nem. Tehát, hogy én érteni vélem Mellár Tamást, aki nyilván itt az egész, tehát hogy azt akarja kiküszöbölni, hogy ez egy ilyen szokásos osztozkodás legyen, és hogy olyanok induljanak el a Fidesszel szemben, akik ugye az adott, nem tudom, körzetben még sosem tették be a lábukat. Tehát az, hogy persze az összefogás az ugye egy szükséges, de nem elégséges feltétel. Tehát, hogy ő tulajdonképpen csak ezt mondja, és hogy a cél az, hogy olyan civilek, vagy olyan helyben hiteles emberek induljanak el az önkormányzati választásokon, akik valóban ismertek helyben, és hogy az egész ne arról szóljon, hogy valaki újabb 5 évre konzerválja az ő helyét a képviselőtestületben. Én abból indulok ki, hogy Magyarországnak tényleg most már nincs vesztegetni való ideje. Tehát ez az elmúlt 9 éves rombolás, ami lefolyt ebben az országban, minden egyes nappal rosszabb lesz a helyzet. És ebből kifolyólag idealisztikus szinten tökre igazad van. De ugyanakkor most ebből a rendszerből nem lehet kibeszélni, tehát az lenne a cél, hogy az ellenzék tényleg összefogjon 9 év után végre. És minden, ami ennek ellene megy, az rombolja nincs kint a 18-as karika, és már itt alsó neműktől kezdve mindenről beszéltünk. Szóval nem érdekelnek az ellenzéki pártok. Engem az érdekelne, hogy ennek az országnak lesz a jövője, vagy nem, mert most már ez a tét. Igen, csak erre ugye azt szokták mondani, hogy ha úgy működünk, mint a Fidesz, avval lehet, hogy lehet választásokat nyerni, de akkor pontosan ugyanolyanok vagyunk. Akkor mi a minőségi különbség? Ez volt a legmeglepőbb mondat a Mellár első közleményében. Hogy Péterfi Attila ugyanúgy működhet majd feltehetőleg, mint a Fidesz. Tehát ő nem tudja, hogy fog működni, de azt feltételezi, hogy ő ugyanolyan, egyik kutya másikat. Miért feltételezi? Igen. Tehát ilyen alapon nem lehet nemet mondani, hogy nagy valószínűséggel majd ő is ugyanazt fogja csinálni. És hogy kiszolgáljuk a párosunk miatt a képernyő elé ülőket, kérem, hogy a DK-hoz kapcsolható Nyugati Fény is hagyja abba azt, hogy kik mennek el a Jobbik fórumára, meg miért mennek el, meg ellenzéki újságírókról kitesznek olyat a Facebook posztot. Azért adok, mert rohadt idegesítő. Ez most hogy jön ide? Ugyan ide, hogy amit előbb mondtam, az ahhoz a mondathoz tartozik, hogy mindenki, aki ebből kibeszél, ebből az ellenzéki negyed kvázi egységből, az rombolja ezt a rendszert, és a Fidesz malmára hajtja a vizet István. Úgyhogy kérem, hogy a DK által üzemeltetett Nyugati Fény ne rombolja ezt a meglévő kvázi ellenzéki egységet, hanem segítse. Felhívását hallottál. De hát akkor valamit muszáj erre mondanom, úgy érzem, meglepődnél, hanem nem a DK üzemelteti. Aha. Na jó, de hát tudjuk, hogy... Na azért ne viccelj. Hát akkor mondd úgy, ahogy van. Igen, akkor hogy van? Segíts. Hát, szimpatizál a DK-val. Hát, jó, de most még ilyen is van. Okay. Képzeld, Balázs. Van, aki szimpatizál. Még egyre kevesebb. Igen. A számok nem ezt mutatják, hanem az ellenkezőjét. Egyébként igaz. Ebben igazad van. Jó, ha nézitek a kommenteket, meg a civil véleményeket Mellárék lépéséről, akkor gyakorlatilag két véglet van. Tehát ez is egyfajta elmebaj, hogy itt tartunk, hogy vagy aknamunkás, vagy gerinces ember. Tehát, hogy ugye a Fidesz kottájából játszik, olyat is olvastam, hogy hát nem véletlen, hiszen Mellár Tamás a Fideszből jött, hát most visszatért az anyapárt kebelére, amit én speciál nem tudok elképzelni. Persze. De hogy mennyire, hogy tényleg itt tartunk, hogy ilyenfajta önálló politizálás Magyarországon már elképzelhetetlen, mert abban a pillanatban Gulyás Balázs azt fogja mondani, hogy hát gyakorlatilag a Fidesz forgatókönyvét hajtja végre. Miért nem lehet az, hogy, persze, hogy lehet. Valakinek legjobb meggyőződése legyen? Én azt hiszem, hogy ugye ez megint visszatértünk az évek óta tartó, talán évtizedek óta tartó civil vagy párt problematikához. Én természetesnek tartom ezt a vitát, de én személy szerint azt hiszem, hogy pártok nélkül ez nem megy. A pártoknak
Egyszerűen azért, mert a pártoknak van egy legalábbis programban leírt egységes világképe. Nem így van? Nem, de azért bólogatok, hogy maximálisan egyetértek. Igen, csak igen. Most... Na most, hogyha a civilek azt mondják, hogy ez nem kell, hanem jöjjenek a civilek, akik majd bevisznek egy olyan világképet, ami vagy ilyen, vagy olyan, majd de később kiderül. Hát itt nem világképről van szó, hanem program kellene. Tehát, hát hogy, és erről nem hallunk semmit. Tehát, hogy még konkrétabban az... politikai programra tehát, volna szükség. Még konkrétabban nincs az az érzésetek, hogy az ellenzéki összefogás arról szól, tisztelet a kivételnek, hogy összefogunk, ha az én programom érvényesül. De nem. De erről szó sincs, az egész egy ilyen osztozkodás. Van egy egyeztetett minimál program, ez egészen természetes. Milyen minimál program? Nekem ez úgy is, ez engem is érdekel. El tudod mondani három mondatban, mi a minimál program? Ötben? Ez nyilván településenként változik. Településenként van egy egyeztetett minimál program? Hát hiszen ott élnek ezek az emberek, azon a településen. Na, ezt szeretnék a nyugati fényen elolvasni, inkább a kollégáknak a... Hát nem tudom, lejáratása, vagy inkább nem is mondok erre semmit. Hát az a jó szó, igen. A nyugati fény az egy ilyen ellenség a szemetekben? Egy ilyen ellenséges felület? Én nem szimpatizálok. Nekem tegnap óta lett ilyen... De ez személyes megtámadtatás? Hát, nem engem támadtak. Például támadtak. Én némileg személyesen érintett vagyok a tegnapi sztori. Tehát Hont Andrást meg Puzsér Robertről olyan fotót tettek ki, amit a kormány médiában szoktunk meg, hogy milyen fotókat szoktak kitenni ellenzéki politikusokról, akik előnytelenül mutatták ezt a két szemét. Igen. Igazolványképeket kellene kirakni? Nem, de nem korrekt, ezt te is tudod, mert ismered a sajtóetikát, elég mélyen, mélyebben, mint én. Meg a sajtótechnikát is ismered. Hogy nem illendő olyan elkapott pillanatokban készült fotókat kitenni. Értem. Nem biztos, hogy a nézők látják, hogy miről beszélünk, meg különben is forduljunk le a nyugati fényről. Beszéljünk Lázár Jánosról. A keleti fény. A keleti fény. Nevezzük mondjuk keleti fénynek, aki nem egy internetes, de tulajdonképpen azt használta, hogy a Facebookra rakott fel egy videót arról, hogy kocsmatúrára ment. Hogy miért, azt mindjárt ő maga elmondja. Régi adósságom, hogy a választóközvetemben felkeresem az összes kocsmát, és beszélek a kocsmárosokkal, pultosokkal. Most ezt az adósságot is pótlom az európai választási kampány kapcsán. Az az igazság, hogy az elmúlt 9 évben különböző benyomásai lehettek a kocsmárosoknak arról, hogy mit végez a Fidesz és a kormányzat, hiszen először elvettük a lehetőséget, hogy a kocsmákban játékgépek legyenek, aztán megszűnt a kocsmákban a cigaretták árusításának a lehetősége. Ráadásul még a dohányzókat is kitiltottuk az éttermekből, illetve a kocsmákból. Sokat vitatkoztunk azon, hogy például hogyan lehetne Magyarországon a sörkartelt, a nagy multinacionális sörgyártók fölényét megtörni, sajnos ebben nem sok minden történt. Szóval a kocsmákban érdekes dolog zajlott az elmúlt időszakban, és kíváncsi voltam, hogy most milyen állapotban vannak. Itt Maroslerén a főtéren a kocsmában minden rendben van, nagyon jó kapucsinot kaptam, nem volt dohányfüst, és nagyon jót beszélgettem a hölgyel, akinek a férjével közös vállalkozása, ez is meg egy másik kocsma is, egész jó benyomásaim voltak. Na, van egy olyan Mátyás királyos bája ennek a történetnek. A különbség az, hát, hogy... Hát a vadászkastélyból a kocsmában, nem? Nekem ez jutott eszembe, ha már... Célzó víz. A Mátyás király történetének az volt a lényeg, hogy senki nem tudta, hogy ki ő. Hát Lázár Jánosról mindenki tudja, hogy ki ő, pláne helyben. Mennyire lehetnek ezek őszinte beszélgetések? Tehát amikor Vágó István bemenne valahova, és azt mondja, hogy... Hát, bemegy. Bemegy. Jársz kocsmában? Azt mondja, hogy hát úgy. Egymás között. Kampányol, igaza van Lázárnak. Kampányolni ott lehet a legjobban, és akkor most én a kedvenc mondatomat nem tudom elsütni, hogy akkor Lázár valóban a kastélyból eljutott a csúcsra a kocsmába. Én szívesen elbeszélgetnék vele. Komolyan mondom. Lázárról vagy a kocsmáról? Lázárról. Mit kérdeznél tőle, István? Ja, Istenem, mennyi időtök van? Nem, de engem az... De ő még a rendszer része egyébként? Tehát indokolta több össze? Mit mondtam? Hogy mennyi időtök van, János? Tőlünk kérdeztem. Azt hittem, hogy ezt kérdeznéd a Lázárt, hogy mennyi időtök van hátra. Ez is jó. Ezt felírom a kérdések közé. Hogy őszintén gondolja-e azt, amit mond? Ezt én megkérdezném tőle. Hogy ő látja, hogy mivé vált ez az ország, miközben ő polgármester. Szerintem egyébként látja, csak cinikus. Mondok egy példát. Ugye Lázár most, ha jól tudom, akkor ő perelte be Márki-Zay Pétert azzal,
hogy a Márki-Zay csúnyán beszélt a helyi kórházról. Uh-huh. Ez az a Lázár, aki mikor Hódmezővásárhely polgármestere volt, mengelészte Molnár Lajost. Azért, mert hogy Molnár Lajos megölte az első áldozatát emlékszem az egészségügyi reformnak. És ő az, aki perel, ő az, aki triumfál azon, hogy a Márki-Zayt elírja, mert csúnyán beszélt egy kórházról, miután lehet, hogy nem ő mengelézett, de jelen volt azon a tüntetésen, ahol Molnár Lajost mengelézték. És Molnár Lajosnak nem jutott eszébe, hogy ezért be lehetne őt perelni. Egyébként pedig hozzáteszem, hogy minden újságíró elmegy a kocsmába, tehát az egy, az információknak egy alapvető forrása. Mennyire furcsa az nektek, hogy egy országos politikus az így szerez benyomásokat, hát információkat? Azért ugye Lázár János egy ideje, mert próbálkozik ezzel a videózással, én azt gondolom, hogy ezt inkább hagyjuk meg a vloggereknek, meg az influencereknek, mert azért... A Bécsről annyira... elég rendesen lerántotta a leplet, nem lennék a bécsiek helyében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így Lázár Jánosnak ez a műfaj még mindig nem megy, de önmagában szerintem az pozitív, hogyha ugye feltűnő, hogy egyébként senki nem volt abban a kocsmában, a kocsmároson kívül, most lehet, hogy ő korán ment, igen, még a kapucsinozós idősában. Magyarországon hogy, nem lehet elég korán menni egy mondjuk kocsmába. Igen, tehát ez meg a másik, tehát hogy azért az feltűnő, hogy azért ez egy elég erősen megrendezett jelenet szerintem. Érdekes, amit az Adél mond, egyet is értek vele, nem biztos, hogy ő ezt csinálja, de a videón ez szerepel. De én most rossz májú vagyok, és rossz indulatú. De akkor meg... hogy most? Jó, megértettem. Akkor tegyük fel úgy a kérdést, hogy azt komolyan elhisszük, hogy egy profi politikus az egy ilyen teljesen ad-hoc videót fog feltölteni. Bemegyek a kocsmába, majd meglátjuk, lehet, hogy azt fogják mondani, hogy Lázár úr, mi magát nem szeretjük, menjen ki innen, és akkor majd azt fogom posztolni. Hát persze, hogy meg van rendezve, minden egyes perce, minden egyes kockája, és egy profi politikustól szerintem el is várjuk, hogy így működjön. Én egyébként most kocsmában lennék, bocsánat, mert Gyurcsány Ferenc a tüntetés után kocsmába ment. Tehát az ATV miatt elhagytad Gyurcsány Ferencet. El. Igen. Csak hogy csak hogy vele nem találkozzak. Tudom, nekem az érsz, nagyon ez mondjuk ez a része érthető. Ha egy percre felfüggeszthetjük az évődést, jó, akkor Adél, hadd mondja. Nem, igazából én azt mondjuk pozitívnak értékelem, nem mint hogyha szívem csücske lenne Lázár János, hogy ő legalább bemegy egy kocsmába, nem úgy, hogy például... Ahol nincs vendég. Ahol nincs vendég, de hogy még mindig előrébb van ahhoz képest, hogy például ugye Ferencvárosban is például olyan ellenzéki helyosztást sikerült összerakni, hogy gyakorlatilag olyanok lesznek majd jelöltek, akik így nem nagyon tették még be a lábukat a kerületbe. Tehát, hogy itt visszautalva az előző témára, és akkor biztos még sok mindent lehet olvasni ezzel kapcsolatban. Szóval ez legalább egy ilyen emberközeli dolog, de hát nyilván ez is miről szól, kampány, az egész egy reklámfogás, de egyébként meg összevág a Fidesznek a kommunikációjával, meg a színvonallal, hogy ők egyébként hova lövik be ezt az egész, ugye ilyen migránsok. Igen, ez a Hello Röfi vonal, tehát hogy azért biztos, hogy ez is ki van számolva. Ha már hogy... kremlinológia, meg dramaturgia, ezzel foglalkoztunk ebben a blogban, ha jól értem. Láttátok azt, hogy amikor azt mondja Lázár ebben a videóban, és szerintem ez biztos, hogy ki van találva, hogy legyőztük a dohánylobbit, meg mindenkit legyőztünk, a sörkártelt még nem sikerült, akkor láttátok, hogy melyik sörös cégnek jelenik meg a logója? Matolcsi Ádám, a pécsi sörfőzde, ami ugye a Matolcsi Ádámhoz, a Matolcsi családhoz köthető. Én szerintem ez tuti, hogy megrendezett, és egy ilyen kis trollkodás. Ezt csinálja gyakorlatilag egy éve a választások óta, hogy mindig egy kicsit oda trollkodik a központi hatalomnak. Tudják, hogy nyilván egyéniben nyerte meg, tehát 3 éve még... Miért lenne szüksége majd? Neki Porsche-i vannak. Öt van neki. Meg butorboltja. Négy csak, és csak négy. De igen. Egy jó szót azért mégiscsak mondom. Én nekem imponál, hogy a Lázár ezt csinálja. Ha csinálja, miért? Akkor ez miért nekem imponál. Hát az előbb elmondtam. Simili gaudi. Úgy van. Én is csináltam. Én emlékszem, én sokat kampányoltam már 90-es években is. És bizonyottan unikumoztam rendesen, hogy én is mondjak egy... Mi a közös Vágó Istvánban és Lázár János? A kocsma. Ezt megtudtuk az elmúlt percekben, és hogy mi mindent fogunk még megtudni, az kiderül a reklám után.
Hercsel Adél, Vágó István, Gulyás Balázs csatársorral neki fogunk a második félidőnek. Diák tüntetést tartottak adásunkkal egy időben Budapesten azért, hogy 2020-tól ne kelljen középfokú nyelvvizsga az egyetemi felvételihez. Az eredeti tervünk az volt, hogy kapcsolunk a tüntetésre, de már nincs hova, mert a tüntetés időközben véget ért. Egy rövid összefoglalót azért készítettünk. Sipos Ferivel beszélgetek, aki elsőves jog hallgató. Gyurcsány Ferencet is meghívták a diákok a mai demonstrációjukra. A nyelvvizsga törvény ellen tüntetnek, amely 2020-tól kötelezővé teszi az egyetemi felvételihez a minimum B2-es nyelvvizsgát. Felhívta az ombudsman arra a figyelmet, hogy erre nincsenek megfelelő mennyiségben nyelvtanárok, hogy nincs meg a megfelelő infrastruktúra. Az ellenzéki pártok támogatják a diákok akcióját, bejelentették, hogy őszre a szakmával együtt kidolgoznak egy átfogó idegen nyelvi stratégiát. A Párbeszéd szerint szégyen, hogy az Unióban Magyarország az egyetlen tagállam, ahol csökken a diplomások aránya. Az MSZP, Párbeszéd és a DK mellett az LMP, a Momentum, valamint a Jobbik is támogatja a mai tüntetést. Az EMI szerint a mai demonstráció a Soros Hálózat és az ellenzék kampány akciója, és ehhez akarják felhasználni a diákokat. A szervező diákok azt követelik, hogy halasszák el a kötelező nyelvvizsga bevezetését, csökkentsék a felesleges túlterhelést és tegyék kiszámíthatóvá az oktatási rendszert. Na, tehát elhangzott, hogy az ellenzéki pártok támogatják a diák tüntetést. Helyes, ugye? Így van. DK támogatja Gyurcsány Ferencet. Hát annyit korrigálnék, és az EMMI, az emberminisztériumnak inkább átvenném a szlogenjét, hogy mi szerveztük, a DK szervezte természetesen a Sorosékkal. Na jó, szerintem most ne a DK-ról beszélgessünk, hanem arról, hogy miért rossz a diákoknak. Azért majd én egy mondatot mondok róla. Hogy az adásra készülve megnéztem, hogy mennyibe kerül egy tanfolyam. A francia intézetben egy, mondjuk egy ilyen őszi tanfolyam, ilyen szeptember elejétől mondjuk december végéig, azt hiszem, hogy az egy ilyen 30 órás, heti két alkalmas tanfolyam, az 50 ezer forint. Az orosz intézetben ott felelnyibe kerül, de találtam olyat is, hogy 100 ezer forintot elkérnek, vagy 60 és 100 ezer forint között van. Adél, egy bocsánat, angoltan. Ez 30 napra vonatkozik? Nem, ez tehát 30 óra, 30, nem? 30 óra. Hát akkor igen. Napi, ez ami az nem lehet egy nyelvet megtanulni 30 óra. Annyi idő alatt csak a vágó tudna megtanulni. Na, szóval azt mondom, hogy mondjuk a francia intézés az olyan, hogy mondjuk tényleg ez a szeptember, tehát egy fél év, és akkor hetente kétszer van. Tudjátok, az orosz miért olcsó, mert most még féláron van, aztán kötelező lesz. Tehát ez az átmeneti kötelező állapotok kötelező biztos, orosz nyelvoktatás felé. Mert mondjuk ez ugye a követségen van, tehát hogy nem tudom, hogy ezek hogyan módosítják, de hogy pont ezeket néztem meg, hogy ahova jártam korábban, ott mennyi, de hogy egy angoltanár, egy privát angoltanár, aki egy ilyen másfél órás órát tart, hát szerintem 5000 forint alatt biztos, hogy nincsen már Budapesten, de inkább fölfele, és ez akár lehet a duplája is. Gondolom itt a tanfolyamoknál az is módosítja, hogy mekkora az érdeklődés, és milyen kis létszámú csoportot indítanak. Most figyeljetek, én pontosan érzem, sőt, ráadásul apaként, aki finanszírozza a gyerekei külön óráit, hát a bőrömön érzem, hogy mennyibe kerül egy magántanár, de hogyha mi minőségi oktatásról beszélünk, és folyamatosan ezt kérjük számon a kormányon, akkor abban nem alapja az, hogy beszéljenek nyelvet a gyerekek? Tehát, dehogy nem. Tudom. Dehogy nem, én azért azt nem tartom egy teljesíthetetlen feltételnek, hogy mondjuk úgy menjenek be a főiskolára, egyetemre, hogy van egy középfokú nyelvvizsgája. Nekem, én nem voltam egy kiemelkedően jó tanuló, de Vágó István, de azért csak volt egy középfokú német nyelvvizsgám, meg angolból is mondjuk egy... Na de várj, most akkor ezt hozzátenném azt, hogy nekem a saját történetem, hogy én 2008-ban érettségiztem Győrben a Révai Miklós gimnáziumban. Te Győri vagy? Igen. Hát én is Győri vagyok. Na. Ennek itt kell kiderülnie. Na, és hogy, győriek, hogyha összefutnak. Hogy én a Révai, ez egy hagyományosan jó iskola. Ez egy jó gimnázium. Az egy erős gimnázium, és ráadásul nyelvi osztályba jártam, emelt nyelvóra számban. És nekem az összes nyaram úgy telt 2004 és 2008 között, hogy nyelvvizsga felkészítő tanfolyam, ilyen intenzív tanfolyam, olyan tanfolyam, és hogy maga a nyelvvizsga, még úgy is, hogy volt pedagógus, nagyon jó volt a pedagógus, de hogy egyszerűen az van, hogy, és ugye hiába mondja a fővegyész nevű teszembe, Parag László, hogy nem rá gondolom. Fővegyész? Nem, de...
Ő a fő vállalkozó. Összekevertem, mindegy, bocsánat, hogy ugye hiába hangzik el az a kormány részéről, hogy ugye mi kell a nyelvtanuláshoz, csak szótár, meg tankönyv, meg szorgalom. Palkovics, köszönöm szépen. Ő a fő innovátor. A fő innovátor, igen, összekevertem őket, elnézést kérek. Szóval, hogy persze ez egy dolog, hogy ő erre hivatkozik, de az egy bizonyos szintre el kell jutni, hogy az ember már magától tudjon gyerekek, tanulni. Azért a legszebb dolog ebben az, tantervben az van, hogy a gyerekeket B1 szintre növelik. A felvételihez viszont B2 szint kell, bármit jelentsen ez, nem akarok ebbe belemenni. Tehát még egyszer, az állam vállalja, hogy a gyerekeket felviszi B1 szintre, de felvételizni csak B2-vel lehet. De ez agyrém. Akkor is rosszul, nekem rosszul veszi ki magát akkor, amikor nincs. Tehát nem teszünk semmit hozzá, csak azt várjuk, hogy az állam kifejleszt minket zsenikké. Tehát meg egyetlen egy olyan tüntetés, amin azért tüntetnek, hogy ne kelljen valamilyen tanulmányi feltételt teljesíteni nekem, mindenképpen visszás. Lehet, hogy én vagyok a ős te nem ős hallottad, kövület. Amit az Adél elmondott. Nem, itt inkább de arról van szó, hogy... Akkor én most összefoglalom, bocsánatot kérek. Tudom, hogy mit mondasz, de kellene egy kis erőfeszítés, István. Meg pénz, nem erőfeszítés. Érted? Meg pénz. És akinek nincs pénz... Én az angol nyelvet megmondjam, hogy tanultam meg? Nem érdekel. Akkor majd műsoron kívül elmondom. Műsoron kívül boldogan. Itt arról van szó, hogy akinek nincs pénze, az nem tudja elérni azt. De pont ezért akarom elmondani azt, hogy én úgy tanultam meg, hogy Depeche Mode a 80-as évek végén, hogy Depeche Mode számokat hallgattam, megpróbáltam kiírni, hogy mit jelent, hogyha nem tudtam, akkor megkérdeztem olyan havert, aki tudta. Így tanultam meg az angolt. De mert te egy nagyszerű ember. De nem, de most ne vicceljük ezt el. Én azt gondolom, hogy személyes erőfeszítés. Ebben az országban senki nem vállal személyes erőfeszítést. Ez a tragédiája. Nem erőfeszítés kell hozzá, hanem pénz. Nem kell hozzá. Adél következik. Én most így beállnék kettőtök közé. Én azt gondolom, hogy amit a Balázs mondta, hogy így meg kéne fordítani a dolgot, hogy ez inkább egy ilyen pró dolog legyen. Tehát, hogy szerintem azért kellene tüntetni, hogy az állam minden lehetséges eszközben segítse a diákokat, hogy legyen pedagógus, hogy... Ezt a kompromisszumot megkötöm. Hogy olyanok legyenek az iskolák. Tehát, hogy... meg tudjátok, hogy nekem mi az egyik legnagyobb dilemmám, hogy tényleg ez a legsúlyosabb érdeksérelem, ami a magyar diáksághoz érte az elmúlt tíz évben. Ezt nem értem, ezt a tehát kérdés, ez a legsúlyosabb hátrány. Nyilván az esélyegyenlőséget, ez az, ami a legkomolyabban rombolta. Megvárjuk, amíg valaki elmondja, hogy na ez a legsúlyosabb érdekség, és addig kussoljuk. Nem, ez egy nem, olyan azért kellett volna tüntetni, az 1001 mások lenne. 1001 ami... tüntetés volt már oktatásügyben, ne csináljátok már. Nem, csak az a lényeg, amit a Balázs mondta, hogy ez hülyén veszi ki magát, hogy olyan, mintha a diákok azért tüntetnének, mert ők valamilyen feltételt nem akarnak teljesíteni, nem akarnak tanulni, nem akarnak nyelvvizsgát. Vagy nem képesek teljesíteni, értsétek meg. De erről van szó, csak hogy itt mondom, úgy jön ki. Vállalkozó szellem, személyes erőfeszítés, erre tud fölépülni egy modern, nyugati ország. Mutassuk meg közben a napkérdése szavazás állását, és hát nem hiszem, hogy radikálisan változott volna a nézői vélemény. 1%-ot elcsúszott, azt hiszem 20-80-ról indultunk. Tehát azért a nézők nekem adnak igazat, és én ennek nagyon Ezt minden esetben fogjuk tudni alkalmazni, amikor kisebbségben leszel akkor is? Magas labda volt. Na, menjünk tovább, mert hamarosan műsoridő végéhez jutunk. A napszáma következik. A napszáma 5,1%. Mindjárt megmagyarázom, hogy mit jelent ez az 5,1%. Ennyivel kevesebb gyerek született Magyarországon az egy évvel korábbi születésszámhoz képest. Kevesebben születtek, viszont 11%-kal többen haltak meg. És ez összességében azt jelenti, hogy a természetes fogyás 36%-kal nőtt egy év alatt. Ez ugye statisztika, és a statisztika mögött 3230 ember áll, ami... egy 10 milliós populációhoz képest nem sok. A kérdés az, hogy kell-e ezzel foglalkozni. Tehát mondjuk azt, hogy 3230 ember plusz születés vagy plusz halál, ez egy év alatt korrigálható. Tehát hogyha a jövő év az jobb lesz, akkor ez simán hozható akár pluszba is. Vagy pedig azt mondjuk, hogy mitől lenne jó, amikor egy családból állt kormány van, és ráadásul most ért véget a családok éve, tehát hogyha ebben egy ilyen gödröt sikerül produkálni,
akkor mi a tendenciával van baj. Mi okunk lenne az optimizmus? A tendenciával van a baj. Tehát annak ellenére, hogy ugye ők egy családbarát kormányként hirdetik magukat, meg annak ellenére, hogy szuper családbarát intézkedések vannak, nem azok egyébként, tételesen lehet cáfolni, hogy miért nem, annak ellenére folyamatosan most már a harmadik vagy negyedik éve csökken a születések száma is, meg a halálozások és a születések száma közötti különbség. Tehát fogyanépesség. Igen. Tehát valami el van rontva, nem jó a rendszer. Én azzal egyetértek. De ez nem most kezdődött, Balázs. Tehát azt hiszem a 80-as évek óta tart ez a demográfiai hullámnak. Tehát hogyha a mikroszámokat megnézzük, az első, illetve a második kormány idején egy picit emelkedett, majd aztán most már harmadik vagy negyedik éve csökken a születések száma. Tehát amióta elkezdték ezt a családvédelmi akciótervet, vagy mi a francot, azóta, tehát ez egy rossz irány, mivel nem jött be, épp az ellenkezője jött be, mint amire ők számítottak. Nem a gyerekvállalási kedv növekszik, hanem a halálozási kedv. Igazából én azt gondolom, hogy ezt az egészet úgy kellene cizellálni első körben, hogy arról beszéljünk, hogy a vágyott gyerekek szülessenek meg. Tehát, hogy nem arról van, hogy minden áron mindenki vállalja a gyereket, a vágyott gyerekek. A másik kérdés, hogyha másik végét fogom meg a történetnek, hogy lehet, hogy mondjuk folyamatosan növekszik a várható élettartam, de ez Magyarországon azt jelenti, hogy hosszabb ideig élünk betegen, és hogy az életminőség az és viszonylag... nyugdíjasként, ami és a legnagyobb nyugdíjas. Baj. Igen, ez meg a másik, és akkor szépen lehet tovább cizellálni ezt a dolgot, és hogy a családvédelmi akció tervnek szerintem azt kellene jelentenie, hogy felszámoljuk a gyermekszegénységet első körben. Hát meg mondjuk a kilakoltatásokat és, nem érvényesítjük. Tehát, hogy amikor és akkor ugye ott tartunk, ugye ez egy ilyen, sokszor leírtuk már, azt gondolom mindannyian, meg sokat foglalkoztunk ezzel, amikor Magyarországon az egyes számú kockázati, szegénységi kockázati tényező az, hogy valaki gyermeket vállal, mert és hogyha ráadásul egyedülálló szülő lesz valamilyen okból, akkor az aztán végképp. De figyeljetek, ez jóléti kérdés. Tehát arra gondolok, hogy a világ legszegényebb országaiban nő a populáció. Jóléti államokban, jóléti nyugat-európai államokban ugyanaz a helyzet, mint nálunk. Csak ugye az, hogy azért azok teljesen más azt gondolom, hogy teljesen más kultúrköröket, társadalmi szerkezeteket nem feltétlenül lehet összevetni, ahol mondjuk tényleg más a vallás, a hozzáállás, az érvényesülési lehetőségek. Tehát, hogy ez valahogy szerintem mindig félre visz ez az érvelés. Itt a kérdés az, hogy, bocsánat, hogy az, aki Magyarország gyereket szeretne vállalni, az a baj, hogy nem nagyon látja maga előtt az ember a perspektívát a saját személyes életében, és a gyerekével kapcsolatban se tudja elképzelni, neki milyen jövője lesz. Tehát nem a készpénz határozza meg azt. Hozzáteszem, a nagy része ezeknek a családvédelmi akcióterben ezek hitelek, tehát ebből még családi drámák lesznek, lábjegyzet vége, hanem a biztonság kellene az első lángú legyen, hogy, és nem az, ahogy ők képzelik el a biztonságot, hogy a kerítés megállítják a migránsokat, hanem egyáltalán ebben az országban biztonságos egy gyereket vállalni, magyarán biztonságos egy jövőt építeni. Hogyha muszáj ehhez egy mondatot hozzátennem. Ugye nagyon részletes a KSH-nak ez a kimutatása, hogy hol születtek, hányan születtek, mi a termékenységi ráta, és így tovább. Egy dolog nincs benne, hogy még a megszületett gyerekek is hol születtek meg. Nekem az a gyanúm, hogy a helyzet annyiban rosszabb, hogy ezeknek a csökkent magyar számban. Állampolgárok, de nem Magyarországon. Nem Magyarországon. Nincs benne a KSH. De arról nincs is kimutatás, mert ugye vannak, akik ugye anyakönyvesztetik a gyereket. Igen. Magyarnak, és Igen. a csomóan pedig nem, tehát tulajdonképpen nincsen pontos adat. Tehát a helyzet anyakönyvesztetek közül is minden hatodik már külföldön született. Igen, és hogy valószínűleg sokkal nagyobb ez a szám, tehát hogy ezt valószínűleg nem fogjuk soha megtudni. Hát, hogy mondjuk a gyerekszülési kedvet, vagy a gyerekvállalási kedvet nem segítik azok a hírek, ami szintén a nap egyik híre volt ma, a 2 éves gyerek, aki a szemébe fúródott bottal 21 órán keresztül nem jutott sebészhez, az egészen biztos. Biztos, neked mert nincs kisgyerekeid vannak, nincs az embernek a hideg fut végül. Mert a sebész gyereke is külföldön születik. És úgy, hogy ugyanaznap jött, fél mondatot fogok mondani, András, ugyanaznap jött az a hír, hogy felcsúton megvettek ilyen nulla gravitációs futópadot 50 millióért, amit a NASA fejlesztett ki, lábjegyzet vége. Meg a műsornak is itt van a vége. Nagyon köszönöm Vágó Istvánnak, Hercsel Adélnak és Gulyás Balázsnak a jelenlétet. Önöknek meg a figyelmet. A jövő héten folytatjuk. Viszontlátásra.